viszonylag jól sikerült, ahhoz képest, hogy sokat kihagytam előtte, de egész sokan voltak, jó volt a verseny hangulata is, úgyhogy örültem, hogy így sikerült úsznom. Gyerekkorom óta úszok folyamatosan, úgyhogy foglalkozom vele. Mostanában úszóversenyeken annyira nem indultam, inkább a futásom volt a hangsúly, úgyhogy szerintem a MEFOB lesz a következő nagyobb úszóverseny, amire megyek majd. Másfél hónapja a városban vagy, mit gondolsz róla, mik a benyomások, a városról, úszodáról, emberekről? Én nagyon élvezem az itt létet, én úgy gondolom, hogy egy abszolút jó hely, mind a sport, mind az élet szempontjából, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt lehetek. Úszás mellett egyetemre is jársz, hogyan tudod összeegyeztetni az edzéseket és a tanulást? Kaptam egy kis engedményt az egyéni tanrenddel kapcsolatban, úgyhogy nagyon jól tudom összehangolni az edzéseket a tanulással. Persze minden órán ott vagyok, vagyis hát amin nem tudok, azon nem, de próbálok minél több órán részt venni, és próbálom teljesíteni a medencében és az iskolapadban is az elvárt követelményeket. És miért pont a Debreceni Egyetemet választottad? Tulajdonképpen a sport volt az elsődleges döntésemnek a szempontja, utána ugye természetesen ehhez kapcsolódott az iskola, de én mind a kettő helyről nagyon jó tapasztalatokkal vagyok, és mind az egyetemről, mind az úszodáról, úgyhogy tulajdonképpen ez motivált a döntésben. Ebben az éve májusban az úszó EB-n második lettél 200 pillangón, az olimpián pedig épp, hogy csak lemaradtál a döntőről. Mik a terveid ebben az évben a továbbiakban? Hát így van, 9. helyen végeztem az olimpián, ez nagyon bosszantott, úgyhogy mindenképpen ezen szeretnék javítani, és ezeket a hibákat próbálom majd kijavítani. Most nagyon sokat edzünk, készülünk a rövidpályás országos bajnokságra, és a rövidpályás Európa bajnokságra. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok!